mikor kell kezdeni a kutyanevelését. Erre az a válaszom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni. Már az egész pici kölykökkel nyugodtan el lehet kezdeni alaptanításos dolgokat, és le lehet fektetni szabályokat is. Például ne harabd annyira a kezem, hogy fájjon, hogyha mégis nagyon megcsíp a kiskutya, akkor minden sikító hangot kiadnék, ahogy az az alomban is történne, és ott rögtön véget vetek a játéknak, ott hagyom, ebből meg fogja tanulni, hogyha túl erősen harap, akkor vége lesz a játéknak. Tehát vigyázni kell a harapással, ha tovább szeretnék játszani. Valószínűleg ezt nem gondolja azért át így szó szerint, de mintha átgondolná, ugyanaz az eredménye. Szóval már egészen picikorban el lehet, a kölykökre jellemző az, hogy olyanok, mint a szivacs, a kis agyuk. Tehát nagyon gyorsan, nagyon hamar tanulnak, arra viszont figyelnünk kell, hogy nem tudnak sokáig egy dologra koncentrálni, tehát sűrűn váltogassunk cselekvéseket, és hagyjuk őket eleget pihenni. A kölyökutyák azok nagyon sokat alszanak, sohasem késő elkezdeni a nevelést. Optimális esetben tehát minél előbb annál jobb, de nem késünk legkésőbb sem semmiről.